A Mi Hazánk mozgalom Magyarországon elsőként, a világon pedig az első között javasolta járvány szolidaritási adó kivetését a koronavírus haszonélvezőire, vagyis a vakcina és gyógyszeriparra, a digitális óriáscégekre, mint a Facebook vagy éppen a Microsoft, a multikra, a bankokra, a kaszinó tulajdonosokra. Sajnos a magyar kormány mindezidáig nem fogadta meg a Mi Hazánk mozgalom javaslatát, pedig most már az ENSZ és a Nemzetközi Valuta Alap, tehát az IMF is azt javasolja a világ valamennyi kormányának, hogy adóztassa meg a koronavírus haszonélvezőit. Mivel így elérhető közelségbe került a járvány szolidaritási adó, ezúttal arra kérjük a kormányt és az országgyűlést, hogy törvényi erővel garantálja, illetve akadályozza meg azt, hogy ezek a mohóságukról ismert óriáscégek ezt az adót áthárítassák az emberekre, a fogyasztókra, tehát a magyarokra. Sőt, ebben a videóban azt is megmutatjuk, hogy a Mi Hazánk mozgalom mire fordítaná ezeket a milliárdokat, hiszen mi azt javasoljuk a magyar kormánynak, hogy úgy akadályozzuk meg az új világrend kialakítását, és úgy mentsük meg a magyar gazdaságot, hogy azzal nem az államadósságot növeljük. Ezek a javaslataink. Elvárjuk a kormánytól, hogy pótolja a magyar KKV-szektor lezárásokkal érintett részének járvány alatti bevétel kiesését. Hozzon létre munkahelyvédelmi alapot a kormány a hazai veszélyeztetett munkahelyek megóvása érdekében. Kérjük, hogy a járvány idején csökkentsék észszerű mértékre a magyar kis és közepes vállalkozások hatósági ellenőrzéseit, amelyek az esetek többségében csak egyszerű állami pénzbehajtást jelentenek. Az orvosok béremelése kapcsán kimaradt egészségügyi dolgozók, szakápolók bérének az emelését kérjük a kormánytól. Tegyék lehetővé az állásukat vesztett 60 év felettieknek a nyugdíjba vonulást. Plusz 10 nap államilag fizetett pótszabadságot követelünk minden 14 év alatti gyermeket nevelő szülőnek. A kormány írja elő, hogy a végrehajtók legfeljebb a bérek és nyugdíjak 10%-át vonhassák le. A kormány tegye adómentessé a szépkártyán maradt összegeket, és ezek az összegek legyenek áthelyezhetők az alszámlák között. A kormány támogassa az állami egészségügyi intézmények fejlesztését. Garantálja az állam a 100%-os táppénzt minden dolgozónak, aki a koronavírus miatt esett ki a munkából. Visszamenőleg is pótolja a kormány a koronavírus miatt kiesett bérek 80%-át.